Üdvözlök mindenkinek, ez itt Silver vagyok, ez pedig itt egy újabb Transformers figura bemutató lesz, ezúttal pedig Transformers Combiner Wars Autobot. Wheeljack lesz terítéken, és ez egy marha jó figura. Sokan mondják, hogy főleg a figura formájánál, hogy unalmas fehér szín van, mint egy kis rózsaszín lenne benne, ez igaz, de szerintem közel sem olyan szörnyű, mint amilyennek mondják, szerintem baromi jól néz ki, nagyon jó minőségűek ezek a Combiner Wars-os figurák, viszont ez már egy olyan figura, egy olyan figurát láttok, amit én már kezelésbe vettem festés ügyileg, itt a jármű formájánál, ami egyébként marha jól néz ki, még annyira nem látható, majd inkább a robot formánál, de már itt is lefestett a két visszapillantó tükröt, és itt a spoilernél, igen, spoiler veszély, elfelejtettem mondani, ha. Itt is lefestettem, mert az fehér volt, nem is értem, hogy miért nem festették egybe, szerintem itt sokkal jobban néz ki, plusz még itt ugye a lámpákat is elfelejtették lefesteni, úgyhogy azt is pótoltam, de itt egyelőre ennyi festés tapasztalható, egyébként marha jó minőségű a kerekeik is, nagyon jól gurul az egész, plusz még ugye jár hozzá egy fegyver, amit ide lehet az autó tetejére tenni, meg egy kardot, így elég brutálisan Mad Max-szerűen néz ki az egész, szerintem nagyon jó, de én úgy vagyok vele, hogy ezek nélkül jobban néz ki. Hát akkor legyen elég ennyi Wheeljacknek a jármű formájából, akkor nézzük meg a robot formáját. Először is itt az első panelt, ami ugye a szélvédő. Azt hátrahajtjuk, nincsen kocsim, úgyhogy fogalmam sincs, hogy micsoda. Majd az egész motorháztetőt ide hátrahajtjuk. Ezután a hátsó paneleket széthúzzuk. Ezekből lesznek a lábak, itt is kinyitjuk, majd így érdekes módszerrel ide becsatoljuk. Majd kinyitjuk a lábait, viszont itt jönne az én figurámmal egy kisebb negatívum. Nem tudom melyik részénél, nem ennél, hanem ennél ez így leszakott járni. Itt ugyanis egy ilyen összetartó kattogós felület van, ami ennél teljesen jól működik. Lehet is hallani szerintem, hogy kattog. Ja. Viszont itt ezek, mintha nem az, hogy bele lennének törve, bele vannak a közepe felé hajolva, és nem feszítik eléggé szét ezt a karikát, úgyhogy az itt sajnos leszakadt járni, próbáltam szétfeszíteni, belenyomni valamit, de sajnos ez úgy tűnik így marad, de egyébként teljesen jól meg fog ettől függetlenül állni a figura. Itt fent a motorháztetőből kinyitjuk ezt a panelt, és szépen lehajtjuk ide a kezeit, csukjuk a fellehol együtt, kinyitjuk, másik oldalon ugyanezt megcsináljuk, majd a fejét előre tekerjük, és akkor ő lenne itt Wheeljacknek a robot formája, ami szerintem jól néz ki, egy ilyen G1-os jelleget kapott, egyáltalán nem így néz ki eredetileg, én egy nagyon picit felturbóztam, mert azért tényleg kellett neki, például nem értem, hogy itt a szélvédőket, mert ugye alapból ez a figura úgy alakul át, hogy ezek a motorháztetők, amit itt ugye ide került, másképpen kell átalakítani, ugye ott eredetileg ez volt a motorháztető, és itt volt neki a pilótafülke, úgyhogy nem értem, hogy miért nem festették le alapból, ha itt van, lehet is látni, ezeket nem én raktam ide. Tehát ez így kitapinthatóan ott vannak a szélvédőnek a formái, viszont ezeket én festettem rá. Szóval nem értem, hogy alapból miért nem lehetett, értitek, tehát hogyha egyszer arra a dizájnra mennek rá, akkor fejezzék be a festést, de nem baj, mert én mondjuk elvigyek a festéssel, megint kezdem túlmagyarázni. Akkor egész jól pozícionálható, nagyon jó beállításokat lehet vele csinálni, úgyhogy most meg is nézzük, hogy néz ki karddal, amit egyébként puskának is lehet használni, de én jobb szeretem karddal, úgyis tudjátok, mennyire szeretem a kardos transformereket. Plusz még ugye van ez a fegyver, amit a kezébe bele lehet ugyanúgy tenni, de ide hátulra is bele lehet tenni neki, és szerintem így még jobban néz ki. Egyébként szerintem lehet, hogy ez Wheeljacknek a régi szárnyas megoldására akar helyezni, mert ugye volt itt két szárnya az eredeti verziónak, amit sajnálok, hogy erről lefelejtettek, de nem lesz el a figura amúgy marha jó minőségéből. Tényleg eszméletlenül igényesen van megcsinálva, egy ilyen jó kis G1-os külsőt kapott, úgyhogy szerintem bőven megvenni. Egy kis festéssel azért föl lehet dobni, de egyébként marha jó figura. Hát akkor ő lett volna Transformers
Combiner Wars Autobot Wheeljack figurabemutatója. Remélem, hogy akkor tetszett a videó és a figura is. Hogyha tetszett, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felmerjetek iratkozni, mert akkor a hálám örökké üldözni fog benneteket. És akkor a legközelebbi videóig pedig. Sziasztok! Na, megjön, ezt is megcsináltam. Ja, oké. Okay.